Von Wennerstein telefonált az előbb, a kormány egy órán belül dönt. Elő kell készítenünk a hivatal azonnali átköltöztetését a Mars külső bázisára. Nélkülem. Én képtelen vagyok rá. Ki szorgalmazta eddig az evakuálást? Időközben maga is rájöhetett, hogy nem a saját bőrömet féltem. Uraim, kérem, ne viselkedjenek úgy, mint a gyerekek. Vannak új híreink? Rengeteg. De egyik sem az, amire várunk. Tábornok! Üzenet érkezett a Jupiter 4-es külső bázisról, valami óriási robbanás történt abban a térségben. Igen, hol? A Supernova pályáján. És a Nova? A radarunk nem jelzi többé. Maga viccel. Azt akarja mondani, hogy a Nova... Uraim, fogják már fel végre. Megmenekültünk. A Föld is megmenekült. A Jupiter külső állomás még sugároz. Azonnal össze kell hívni egy rendkívül kormányzati ülést. Gratulálok. McLeannek sikerült. Tábornok, igaz a hír. A Supernova megsemmisült. Nem tudom, hogy csinálta, de... Csak McLean lehetett, nem igaz? McLean volt. És vele mi van? Senki sem tudja. De arra gondolom, mire én, hogy... Tábornok, természetesen nincsenek pontos adataink, ezért biztos a... Ne beszéljen mellé, doktor. McLean halott? Emberi számítások szerint igen. Bárki is okozta ezt a robbanást, biztos, hogy nem jön vissza. Közeledünk a Hidra utolsó ismert helyzetéhez. Ha még létezik egyáltalán. Épp azon vagyunk, hogy kiderítsük. McLean őrnagy hívja Van Dijk tábornokot a Hidrán. Hidra! Hidra, jelentkezz! Lehet, hogy gyenge a teknőcünk rádiója. Badarság olyan erős, hogy akár 10 szektornyira is üzengethetnénk. Üzenet a Hidrának! Üzenet a Hidrának! Jelentkezzenek már végre! Cliff, szerintem már rég halottak. Miért vagy ebben ennyire biztos? Mert egy meg egy az mindig kettő. Először is mágneses viharba kerültek. Másodszor meg nem jelentkeznek. Kifejtsem, hogy mi történhetett velük. Ne. Nekem elmondhatná, ugyanis fogalmam sincs róla. Az ilyen mágneses viharoknál a kozmikus sugárzás erőssége megsokszorozódik, és hát a sugárzástól védő pajzsot sem lehet örökké fenntartani. Ez azt jelenti, Ez azt jelenti, hogy a Hidrán olyan forróság van, amit egy ember sem képes sokáig elviselni. Maximum... Kérlek, ne menjünk bele a részletekbe. Ha az a véleményed, hogy Lydia halott, úgy tartsd meg magadnak, de ne fest az ördögöt a falra. De ha kérdezi... Na, hogyan még a mennyországban is kérdésekkel bombáz majd minket? Gondolja, hogy Szent Péter majd magát beengedi? Na, nem megmondtam. Csak kérdez. Kérdez szünet nélkül. A többiek mögöttünk vannak? Igen, látom őket. Hidrát hívom. Hidra. Hidra, jelentkezzen! És mindenek előtt a legszigorúbb titoktartás minden résztvevő számára. Ha a lakosság tudomására jut, hogy mekkora... És főleg, voltak, hogy milyen keveset tettünk a megmentésükért. De minden esetre megmentettük őket. Mi? Tábornok, tudom, mit érezhet most. Higgy el, nagyon sajnálom. Így kellett lennie. Semmi baj. Nos, McLean. Kár. Nagy kár. Jó ember volt. Mindenek előtt népszerű ember volt. Valódi hős, a fiatalok példaképe. Lehet, hogy szívtelenségnek hangzik, de ki kell találnunk valamit, hogy a lakosságnak megmagyarázhassuk az eltűnését. Néha gyűlölöm a munkámat. Hagyja csak, Villa. Azt hiszem, az elmúlt 24 óra mindannyiunkból kihozta a lehető legrosszabbat. Igen. A hősöknek sokkal könnyebb dolguk van.
Orion Technőc 1 hívja Orion Technőc 2-t. Mario, hallotok? Most már bármelyik percben megpillanthatjuk a hidrát. Cliff, ott van. Úgy lebeg, mint egy halott madár. Mario, figyelj! A lehető legközelebb megyek a hidrához, hogy Hasso átszállhasson. Maradjatok biztonságos távolságban, amíg nem szólok. Miért kell Hassónak átszállnia? Nem működik a hidra behúzó automatikája? Néha írtok ügyekérdéseket tudsz feltenni, ezt még Jagelló hadnagy is tudja. Nem mondanád meg, hogy mégis kikapcsolná be a hidrán az automatát, ha egyszer még a rádiót sem képesek kezelni? Igazad van, Cliff, ne haragudj, vége! Köszönöm. Itt az idő, öregem. Nem mehetek helyetted. Na persze, a legvacakabb melót mindig az én nyakamba sózod. És vajon miért te vénbolom? És most jól figyelj, ha olyan forróság is van benn, mint a pokolban, akkor is ki kell tartanod, amíg a rendszert működésbe nem hozod. És mi van, ha a rendszer nem működik? Hát akkor pehjünk van. Esetleg próbálj meg visszajutni a Technőcbe. Ott egy pár órával tovább élhetsz. Parancsnok, mihez kezdünk, ha nem sikerül átszállnunk a hidrára? Ki mit akar? Malmozhatunk? Játszhatunk ki nevet a végént? Vagy ledönthetjük az utolsó viszkit? De akár horgolhat is, ha magánál van a varrókosara. Valahogy csak elütjük az időt, még elfogy az oxigén, és kimerül az energiatartalék. Lehetetlen, hogy a Technőccel elérjünk a legközelebbi űrállomásig. Legalább annyira lehetetlen, mint magával megértetni, milyen helyzetben vagyunk. Most egy időre fel kell függesztenünk a csevegést. Technőcz 2-t hívom, Mario, jelentkezz! Igen, Cliff? Hasso átszáll és megpróbál behúzatni minket. Amint átért, felveszük a behúzó pozíciót, minden perc számít. Valószínűleg a fedélzete rekkenő hőség uralkodik. Ha sikerül leszállnunk... A nyomotokban leszünk. Jól van, öreg, és aztán... Aztán a Technőceink energiájával aktiváljuk az energiapajzsot a hidra körül, hogy emberi körülményeket teremthessünk. Pontosan. Az a fontos, hogy a lehető leggyorsabban... Cselekedjünk. Még így is megízasztjuk egy kicsit Hassót, azt pedig utálja ez a vénmamlasz. Így van, öreg. Mi van veled ma? Mégsem tök üres a fejed? Vége. Kész. A biztosításunk balesetekre nem érvényes. Most érheted be a vezérlőbe. Miért nem jelentkezik? Gondolja, hogy van ideje csevegni. Mégsem sikerült. Már rég mennünk kéne. Ugyan, gondolod, hogy a benti hőmérsékletben Hasso őzikeként ugrándozik? Gyertek már be, lustaságok. Vagy talán meghívót is küldjek? Hasso, sikerült! Helga, gyorsan a védőpajzsot! Igen. Mario! Igen? Bent vagytok a kettes leszállóban? Mit hittél? Gyorsan a nyomásstabilizátort! Rég megvan! Hideg sűrített levegőt! Pajtikám, a nagy nyomású hideg levegőnek csak akkor van értelme, ha... Hasso! Hasso, nyisd ki a levegőztető felső hatodik csapját! Hasso! Hasso, a fene egye meg!
Valami van vele. Menjen? Nem, maradjon, én megyek. Egy perc elteltével megnyomja ezt a gombot, igen? Igen. Mário, egy igen? perc múlva jöhet a sűrített levegő, aztán az új pajzs. Megpróbálok bejutni a vezérlőbe. Hasszó, rosszul lett. Védőruha nélkül, ez őrület. Megmondaná, hogy honnan akarszak le egy űrruhát? Atya úristen, elveszítette. Nem, Hasszón van, az övé meg az Orionon maradt. Hasszó! Mi van veled? Hasszó!